Egyre nagyobb teret hódítanak az alternatív oktatási módszerek Romániában. A szülők kezdeményezésére egyre több Waldorf oktatási intézmény alakul, de népszerűek a step-by-step osztályok is. Romániában jelenleg 25 Waldorf tanintézmény működik, de emellett 5 Montessori módszerrel oktató intézmény is létrejött. A legnagyobb ismertségnek az alternatív oktatás területén az úgynevezett step-by-step osztályok örvendenek, körülbelül 820 ilyen osztály működik az országban. A marosvásárhelyi Waldorf iskolában a gyerekek éppen játszanak, nem sokára viszont kezdődik az oktatás. A diákokat ebben az iskolában főképp művészetek és játékok által tanítják, de aki nem ismeri a módszert, annak már a gyerekek órarendjén megakad a szeme. Kiegészíti a hagyományos módszert, az alternatíva, az alapja ugyanaz, annyi, hogy más módszerekkel tanítanak a pedagógusok. A Waldorffal kapcsolatosan, amire hangsúlyt fektet a Waldorf pedagógia, az a személyiségfejlesztés és a művészetek által való oktatás. És ezért kellemesebb, szebbnek tűnik a gyerekeknek a tanulás. Ez a pedagógiai felfogás hangsúlyozottan tiszteletben tartja a gyermekek, a diákok és szülők vallásos és egyéb meggyőződését, valamint az eltérő nemzeti kultúrák sajátosságait. Palotás Csilla harmadik osztályos diákokat tanít, de a gyereke is ebbe az iskolába tanul, második osztályos. Több szabad ideje van, amit egyebekre fordíthat. Persze, hogy a tanulás, most mi sem tesszük háttérbe a tanulást, és itt is nagy szerepe van. Csak egy picit jobb az egyensúly, mondhatnám, a kézzel végzett tevékenységek, meg a szellemi tevékenységek között, tehát nem feltétlenül az intelligenciájukat terheli minden területen. Az iskolában egyébként epohális oktatás zajlik, ami annyit jelent, hogy 3-4 héten keresztül egy fő tantárgya, például matematikára fektetik a hangsúlyt.